Plakátkampányt indít az Orvosi Kamara a kórházi fertőzések visszaszorításáért. A szakmai szervezet szerint nem csak az egészségügyi személyzetnek, hanem a betegeknek és a látogatásra érkező családtagoknak is döntő szerepük van a fertőzések visszaszorításában. A stúdióban Hegedűs Zsolt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A betegeknek hogyan? Mit kéne csinálniuk, hogy ne legyenek még betegebbek? A betegeknek be kéne tartaniuk olyan szabályokat, ami se elősegítik azt, hogy ne terjedjen tovább esetleg egy kórházi fertőzés, vagy pontosan akik nagyon törékenyek és már kórházban vannak, ne kapjanak el kórházi fertőzéseket, illetve azokat a látogatókat, akik, akiket, akik őket látogatják, tájékoztassák, hogy például mossák meg a kezüket, mielőtt bejönnének a kórterembe, ne üljenek le az ágyra, ne pakoljanak felesleges dolgokat, figyelmeztessék egymást a helyes kézmosásra, akár a nővéreket vagy az orvosokat is figyelmeztessék, hogy bocsánat, ki akarja venni belőlem azt a, azt a branült, azt a tűt, előtte legyen szíves mosom. Az a kedély. milyen szép lenne szólna a növének, e... hogy irány kezet mosni. pontosan ezt a 11 pontot fogalmazta meg a, a, Magyar Orvosi Kamara, hogy a látogatók mit tudnak tenni az ügyben, hogy a kórházi fertőzések lecsökkenjenek, illetve minimálisak legyenek a Mennyire a kórházi... durva ma a kórházi fertőzöttség Magyarországon? Sajnos azt kell mondanom, hogy, hogy kell vele foglalkozni, ugyanis a trendek nem jók. Tehát az elmúlt 10-15 évben a kórházi feltődések, amit tulajdonképpen mérnek és mérünk, azok nem azt mutatják, hogy csökkennének ezek a számok, hanem azt mutatják, hogy szépen fokozatosan emelkednek. Mivel a szakdolgozók száma sem megfelelő, tehát egy betegre, tehát 10 betegre jutó szakdolgozók száma nem megfelelő, ezért nincsen néha annyi idő és energia arra, hogy, hogy megfelelően például egy kézmosást megtörténjen a kéz betegek között. Hát pedig szemelvesz szóta tudjuk, hogy ez eléggé fontos. Ez így van, első. és azt kell mondanom, hogy pontosan Magyarországnak, aki, akik mi nagyon büszkék vagyunk szemelveszre, ugye hát több milliárdért már egy egész estés filmünk van, egyetemünk van róla elnevezett terek, utcák, pontosan azt, amit ő mondott, hogy, hogy a kézmosás mennyire fontos, és tartsuk be ezeket az elveket, Ezeket kell a napi gyakorlatba beültetnünk, és úgy gondoljuk, hogy ez a plakátkampány, amit nagyon fontos hangsúlyoznom az egészségügyi államtitkárság és az államtitkár úr is támogat maximálisan. Ergo, ezek a plakátok valószínűleg tényleg ki lesznek téve a kórházak folyosóira, kórtermekben, és ott tényleg kérjük nem csak a látogatókat, de a betegeket és az orvosokat és a szakdolgozókat is, hogy olvassák el, és tudják meg, hogy ez, ez, ez az egy nagyon egyszerű 11 szabály, ez hogy történik, és mire ki kér, tudjuk uh, kérni a látogatókat, hogy ezt a, ezt a kórházi fertőzéssel való harcot uh, felvegyük. Még annyi, hogy szokták kérdezni, hogy vajon ez mire lesz jó, mire elég egy ilyen plakát. Azt kell mondanom, hogy valahogy úgy tudnám szemléltetni, hogyha egy száz darabos kis kirakós játékom van, akkor most egy puzzle betettem ide, hogy ezzel, ezáltal próbáljuk meg se elősegíteni azt, hogy erről a kórházi fejtőzésről beszéljünk, tudjunk és hmm. foglalkozunk vele. Van egy kérdésem, valahol ezzel függ össze ez is, de talán nem direkt módon a kamara nem óhajt fellépni a havonta 20 milliárdos elszámolási hiányal kapcsolatosan? Nem, nincs véleménye arról hangosan és ugyanilyen erővel, mint hogy ez a plakátkampány, hogy voltaképpen az önök gyógyító munkáját akadályozza az állam azzal, hogy nem finanszíroz gyógyítást. Nem ad gyógyszert, feltételeket, fecskendőt és nem tudom mi mindent, és alapvetően csődbe viszi az egészségügyet. E az, hogy az egészségügy Magyarországon alulfinanszírozott, és mondjuk az Európai Uniós országokhoz képest tényleg az állam GDP arányosan nem megfelelő összeget tesz be, erre az orvosi kamara állandóan felhívja azért a figyelmet. Az, hogy az adósság állományok görgetve vannak, és azáltal egy bizonytalanságot teremt, akár a beszállítóknál, akár a kórházi személyzetnél, ez is tulajdonképpen egy olyan feszültséget tud teremteni, ami pontosan egy, egy átfogó reformnak a, a, szükségességét, tehát szükségessége kell, és ezt mondja is az orvosi kamara, és mondjuk is, hogy, hogy, ezt együtt kellene, és, és le kéne üljünk, és, és ez tényleg a társadalmat is bevonva, elmondva, hogy egyáltalán például az egészségügyet vajon lehet így finanszírozni, vajon a, a magán és az állami szektornak az átjárhatóságát hogyan kéne, vagy lehetne szabályozni, miért nem tanulunk esetleg külföldi jó gyakorlatokból, akár az angol vagy a német, vagy Adapszurum és skandináv. Ahol átjárható. A kettő. Ahol átjárható, ahol a beteg van a központban, ahol a betegnek is van hangja. Tehát itt pontosan ebbe a plakátkampánynak a harmadik, illetve negyedik pontjában is van egy olyan ö, ö, ajánlásunk, hogyha hiányzó szappant vagy és ö, helyzetet tapasztal, akkor kérjük, jelezze a személyzetnek. Igenis, a lakosságot be kell vonnunk, és a beteg elégedettség nagyon fontos lenne, hogy mérjük Magyarországon, és azok publikusak legyenek, és pontosan lássuk azt, hogy mely kórházba, hol mennyi beteg mondja azt, hogy bocsánat, meg akartam mosni a kezemet, ki van írva, de nem tudtam. Szóltam a személyzetnek, de másnap is bementem, és megint nem tudtam. De ez például, hogy, hogy például a, a kórház higiénét, a szapanokat, a kéztörlőket egy külön finanszírozási eh, csoportban finanszírozza például az állam a kórházaknak, ez nagyon fontos lenne, és akkor tényleg kimehetne két személyes ellenőrző bizottság akár hajnali háromkor bekopogva, egy jó napot, megnézzük a a wc és a fürdőszobát, illetve mert a volt most ilyen, neked, hogy akkor most itt meg tudnám-e a kezemet. Ez nagyon e, fontos. Lett. Ugye én csak azon gondolkoztam el, hogyha egy kórházzal szemben már inkasszóznak a beszállítók, ahol egyébként szintén emberek vannak, akik nem kapják meg a pénzüket a munkájukért, és nem kapják meg fél évig, egy évig. Az egy olyan helyzetet teremthet az egészségügyben, hogyha ez elterjed, és hogyha ez egy gyakorlattá válik, ami tényleg kezelhetetlen. Tehát, amikor a maradék pénzt is leemelik a kórház számlájáról, onnantól kezdve mi történik másnap? Azt történik, hogy, hogy általában például van úgy, hogy, hogy halasztható műtéteket, mégis törlünk, mégis arrébb, arrébb, arrébb tolódnak, de Hát közben például... meg a beteg elégedettségre Tehát, hogy ezt kéne nagyon fontosan mérni, akár a várólisták kapcsán is, tehát, tehát egy őszinte szembenézést, mert most vannak úgynevezett előjegyzési listák, vannak várólisták, tehát az előjegyzési lista, amikor az orvosra vár elméletek a, a, beteg, és ő ragaszkodik ahhoz az orvoshoz, hiába mondja meg neki, hogy én öt év múlva tudnám önt megoperálni, de akkor is azt mondja, hogy akkor marad az előjegyzési listán. Ezt kéne a betegeknek is jobban meg de az államnak, illetve a kormányzatnak és az egész egészségügyi szektornak ö, olyan adatokat és olyan ö, regisztereket kell működtetniük, amikkel a beteg egy döntéshozói helyzetbe ö, kerülhet. Az, hogy alulfinanszírozott a rendszer, ezt tudjuk. Ezt már tudjuk már az elmúlt, tulajdonképpen a rendszerváltás óta, 89 óta az egészségügy nem volt prioritás. És ö, pontosan ezért kellene akár, én szívem szerint a karmelitába a, a kormányzati ülésterembe kiírnám azt az idézetet Fodor József-től, hogy, hogy az egészség a legnagyobb gazdaság, a legnagyobb boldogság, a legnagyobb hatalom. Ted egészségessé népedet, és boldoggá, gazdaká, és, és hatalmasá teszed nemzetedet. Ez kéne, hogy az egészségügy prioritás legyen. Közvéleménykutatásokban már az a, a, a populációban, illetve a magyarok közében, ezt kell nekünk egy kicsit, hogy mondjam, a politikusok fele is közvetítenünk, hogy segítsük, hogy ők, ők az egészségügyet prioritás. Főorvos köszönöm szépen. A Magyar Orvosi Kamarát képviselte itt az előzőekben, Hegedű Zsolt volt a vendégünk. Köszönjük és mindjárt híradó, aztán pedig jövünk vissza.